Példabeszédek 10, 27. vers. Az Úr félelme hosszabbítja meg a napokat, az istentelenek esztendei pedig megrövidülnek. Van egy kulcsszó, ami elő fog jönni, ahogy végigmegyünk a következő verseken a példabeszédeken. Figyeljetek rá! Van egy szó, amely bármely másnál jobban kapcsolódik az Úr félelméhez. Úgyhogy, ahogy olvasok őket, megnézzük, ki tudod-e választani. Példabeszédek 14-26. Nem csak ezek az igék vannak, sokkal több van. Az Úr félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke. Tehát, ha gyakorlod az Úr félelmét, erős bizodalmad lesz. Nem ijedsz meg, vagy borulsz ki könnyen. És Isten menedékhelyet ígér a gyermekeidnek. Emlékszel, mit mondtunk az élet és áldás választásáról? Hogy hatással van a leszármazottaidra? Ha féled az Urat, az is hat a leszármazottaidra. Aki féli az Urat, számíthat menedékhelyre a gyermekei számára. És hidd el nekem, ebben a mai világban elég fontos, hogy legyen menedékhelyünk. Azután a példabeszédek következő versében, példabeszédek 14-27. Az Úr félelme az élet kútfeje a halál törének eltávoztatására. Az Úr félelme tehát egy forrás, amely folyamatosan életet tölt beléd. Izgalmas ez? Ha nem izgat téged, akkor különbözően reagálunk a dolgokra. De jól van ez így. Azután a példabeszédek 19-hez megyünk. A 23. vershez, amely szerintem az egyik legmegdöbbentőbb vers a Bibliában. Nem ismerek egyetlen olyan verset sem, amely ennél a versnél többet ígér. Az Úr félelme életre visz, és az ilyen megelégedve tölti az éjt, gonosszal nem illettetik. Tehát, életre vezet, ha megvan neked ez, akkor állandóan elégedett leszel. Úgyhogy emlékezz, ha frusztrált és elégedetlen vagy, egy valami hiányzik az életedből, és ez az Úr félelme. És azután nem illett téged gonosz. Egy órát is eltölthetsz csak ezen a három kijelentésen gondolkodva. Életre vezet, folyamatosan elégedett leszel, és nem illett téged gonosz. Végül pedig a példabeszédek 22. negyedik verse. Alázatosság és az Úr félelme által van gazdagság, tisztesség és élet. Az alázatosságot össze kell kötnöd az Úr félelmével, sőt, a büszkeséget nem kötheted össze az Úr félelmével, ezt már láttuk. És az ígéret számodra gazdagság, tisztelet és élet. Ezt óvatosan kell mondanom, de ha prédikálsz valamit, és nem működik számodra, akkor kérdéses, hogy továbbra is prédikálnod kell-e. Azt szeretném mondani, csak hogy Istennek adjam a dicsőséget, hogy hiszem, hogy ez számomra működött. Hiszem, hogy létrehozta ezt a három dolgot, gazdagságot, tiszteletet és életet. Köszönöm, Uram. Nem érdemeltem meg őket, nem volt jogom hozzá, de te hűséges voltál. Na most, teológusok. Hányan találtátok meg a kulcs szót, amely végigfut ezeken? Élet, úgy van. Valóban, az élet és az Úr félelme együtt járnak. Ha teljes, bőséges, kielégítő életet akarsz, fejleszd ki az Úr félelmét. Ha még soha nem hoztad meg ezt a döntést, hozd meg. Ha nem jársz a Szent Szellem iskolájába, iratkozz be. Ne maradj le róla. És emlékezz, a gonoszt nem lehet összekapcsolni az Úr félelmével.